Amikor 2015-ben fiatal egyetemistákként és pályakezdőkként összegyűltünk, akkor abban hittünk és máig abban hiszünk, hogy Magyarországot új alapokra kell helyezni. Hogy Magyarországnak egy új politikai generációra van szüksége. Új gondolatokra, új eszmékre, új célokra és frissességre, lendületre. Ez az, amit mi adni tudunk. A magyar politikai elit pedig másról sem beszél, csak arról, hogy össze kell fogni. Mi több mint fél éve dolgozunk, több mint 100 emberrel a Momentum választási programján, amit október 15-én fogunk megosztani Magyarországgal, és amire nagyon készülünk. Ezen kívül 106 egyéni választókerületi jelöltet fog állítani a Momentum, amely szerepekért hatalmas a verseny, és rengeteg olyan ember jelentkezett végre, akik eddig nem foglalkoztak pártpolitikával. Ezek az emberek képviselik az új politikai generációt Magyarországon. Mi tiszteljük a versenytársaikat, mi tiszteljük a magyar politikai pártokat és az ő választóikat. Az viszont egy más kérdés, hogy mi nem vagyunk sem baloldali, sem jobboldali politikai mozgalom. Mi egy hazafias érzelmű, egy 21. századi gondolkodású és egy cselekvő politikai párt vagyunk. És az is fogunk maradni. Gondoljunk vissza, mi történt 2014-ben. 2014-ben a nagy ellenzéki összeborulás hatására Orbán Viktor 2/3 győzelmet ért el. De nem csak ez volt az egyetlen hatása ennek a döntésnek, hanem az is, hogy az LMP megfeleződött, az MSZP azóta is zsugorodik, az ellenzék akkori legnagyobb reménysége Bajnai Gordon pedig teljesen eltűnt a politikából. Nekünk felelősségünk van Magyarországon és a jövő generációival szemben. Nekünk felelősségünk az, hogy felébresszük az embereket a politikai apátiából, hogy politikai békét kössünk oldalak között, és hogy átvezessük Magyarországot a 21. századba. Ezeket csakis stabilitással tudjuk elérni, és nem mehetünk bele választástechnikai alkudozásokba, mert azok, ahogy 2014-ben is, ellehetetlenítik a pártok működését. Mi szeretnénk sok sikert és sok szerencsét kívánni azoknak a pártoknak, akik az összefogásban hisznek. Mi viszont arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a Momentum közösségének, a Momentum szimpatizánsainak és azoknak az embereknek a döntését és igényét, akik egy világos alternatívára, egy új politikai generációra, új lendületre és egy új szervezetre kíváncsiak.